Mint az a piros-fehér-zöld színösszeállítású víztartályán is látszik, félúton vagyunk Pretória és Johannesburg között. A Magyar Klub meghívásának teszünk eleget itt a Magyarok Házában, hátunk mögött. Ezt az épületet 1975-ben húzták fel, néhány hónapja pedig kerítés védi azt a 26.000 négyzetmétert, ahol a tervek szerint egyszer majd magyar nyugdíjas otthon lesz. Úgyhogy akinek kedve van, az jelentkezzen segítőként. Sok szeretettel köszöntök minden vendégünket, figyelmet kérek, sok szeretettel köszöntjük minden vendégünket a Magyar Szövetség nevében. Magyarok Házában vagyunk, és vendéglátónk Tündér Tamás köszönt minket. Annak ellenére, hogy Kárpát és Csillag Péter nemzeti sport. Hozzátok ki a maximumot ennél, nem szeretném még mondani, hogy mint az újságírók, akik jöttetek, sok szeretettel. A Magyarok Házában vendéglátunk a helyi Magyarok Szövetségének elnöke, Tündér Tamás fogadott minket. Mikor épült ez a épület? 1975-ben alapult meg a szövetség, és adományok alapján, új munka, mint anyagi adományok alapján meg lett véve egy 26.000 négyzetméteres terület. Saját teréből épített a szövetség területét, a klubházat, a medencét, kertet, és jövőbeli tervünk, hogy egy öregek faluját akarunk felépíteni nyugdíjasságra. Kulturális formában tudjuk a magyarságot összefogni, akik Johannesburg és Pretória környékén laknak. Van még egy nagyon fontos terve és munkája a szövetségnek, a magyar nyelv, a magyar kultúra ápolása. Vasárnaponként az idősebbeknek, szombaton a fiataloknak, a kisgyerekeknek van magyar nyelvű oktatás, és második és harmadik generáció, akik itt élnek, magyarok, meglegyek a megfelelő magyar oktatás, a nyelv és a kultúra életben tartása. Magyarok Háza, tablók, múltidézés, múltörzés, dél-afrikai módra. Tóth Dénes, dél-afrikai tiszteletbeli magyar konzult kérdezem arról, hogy a Johannesburg melletti magyar háznak mik a előzményei, mikor hozták létre és milyen célból. Ja, ez arra készült, hogy hát abban időben a 56 és menekültek, akik jöttek, a hazamenetel, főleg mi a Dél-Afrikában voltak, nem volt nagyon lehetséges, mert Dél-Afrika a magyar köztársaságot bojkotálta, és felépítették ezt, hogy kulturális és estéket tudjanak csinálni, a gyerekeknek meg tudják a magyar történelmet örökíteni, és hát azóta is megy. Most már hál' Isten, arra tudunk menni minden probléma nélkül. Üdvözlöm mindenkit, én itt Budapestről érkeztem decemberbe, itt vagyok Johannesburgba, ellátogattam a családomat, lányomat, unokámat, és különben lengyel vagyok, ami azt jelenti, hogy szoktam mondani, hogy hamis magyar. 39 éve Budapesten élek, és az a második hazám. Gyönyörű klasszikus húsleves, Pretória és Johannesburg között a Magyarok Házában és a tagság.